Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim! Az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület most egy kisebb sikersorozatról számolhat be önöknek. Pár perccel ezelőtt érkezett meg a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság döntése arról az ideiglenes intézkedésről, amivel a Pesti Központi Kerületi Bíróság édesapához helyezte át azt a kislányt, aki imáron akkor 32 hónapja nem látta az édesapját, mert édesanyja úgy gondolta, hogy a gyereknek elég az, hogyha anyja van, hát apjával nem kell foglalkozni, nem is kell róla tudnia. Ez ugye a Salgótarjáni rémdráma volt, ahol anyuka ellen már Isten tudja hány büntetőeljárás is folyik ennek az ügynek kapcsán. Kiszabtak rá több milliós bírságot, utazási költségtérítést, az égvilágon mindent, de anyukát semmivel nem lehetett jobb belátással téríteni. Tehát szemmel láthatóan, érezhetően nagyon komoly baj van vele. Az is lehet, hogy ha a pszichiáter megvizsgálja, akkor ki fog derülni, hogy valamilyen kóros tudattorzulása van. Na de ennek most már hála jó Istennek különösebb jelentősége nincsen, mert 32 hónap után ugye rendőrségi közreműködéssel sikerült átadni édesapának a gyermeket, anyukát ugye bilincsbe verték és előállították, mert ugye nem akarta végrehajtani a bíróság döntését sem. És azóta hál' Istennek a gyerek most pár évbe jutott, és mint arról be is számoltam önöknek, meglepő módon nagyon gyorsan alkalmazkodott a dologhoz. Tehát nem volt különösebb probléma, hogy ja Istenem, anyuka így, anyuka úgy. Ez egy tipikusan kóros, patológiás kapcsolat volt anya és gyermek között, ami olyan, mint a Luffy. Egy pillanat alatt kipukkadt, addig számított neki anyuka, amíg nem látta, amíg a látókörében volt. Azt, amikor nem volt a látókörében, akkor már 5 perc múlva már fontosabb volt a szép kis ugye, szánhúzó kutyus az autóban, és akkor már nem számított semmi. Azóta pedig kiválóan él a gyermek édesapjánál, édesapjával és annak lányaival, tehát ugye az idősebb féltestvéreivel. Beilleszkedett az új óvodába, ősztől pedig már iskolába fog járni az új helyen. Ahol végre bekövetkezett az, ami 32 hónapja ugye nem volt, hogy ténylegesen mind a két szülőivel van kapcsolata. Az más kérdés, hogy anyukával most valószínűleg jó ideig csak felügyelt kapcsolattartásra lesz lehetőség, mert ugye azt senki nem szeretné megkockáztatni, hogy anyuka elviszi a gyereket, aztán minden második hétvégén rendőrnek kell visszahozni. Hát kérem szépen, sok vita, illetve szakmai felvetés merült fel az ügy kapcsán, mert a szakértői véleménnyel volt némi probléma, történetesen nem a tartalmával, hanem alapisággal, tehát a szakértői jogosultsággal. Hála jó Istennek azonban ezzel sem sikerült anyukának visszafordítani a korábbi vágányban az ügyet, hiszen a bíróság egyértelművé tette, hogy itt az áthelyezésre nem a szakértői vélemény miatt került sor, hanem egyszer azért, mert ha egyszerűen valaki nem hajlandó a kapcsolattartást biztosítani éveken át, akkor ott kötelező az áthelyezés. Tehát a szakértőt nem arra hallgatták meg, hogy vajon át kell-e helyezni, hanem arra, hogy át lehet-e helyezni, tehát hogy fönnáll-e valami komoly veszély, ugye a gyerek esetleg olyan mértékű elidegenítése, aminek aztán probléma lehet a vége. A szakértő megmondta, hogy nem, azonnak meg kell valósítani az áthelyezést, nem lesz gond, pár nap alatt idomulni fog a gyerek, és olyannyira nem tévedett, hogy még pár nap se kellett. Sokat mondok, ha azt mondom, hogy 10 perc kellett hozzá. Mondom, annyi, hogy kikerüljön anyuka látókörébe. Roppant meglepő, tehát azért ez nem így szokott lenni, de hál' Istennek ez a gyerek nagyon egészséges, lelkialkatú gyerek. Ebben minden valószínűség szerint a hosszú évek alatt folyamatosan benne volt az, hogy az anyja nem teljesen normális, és igazából semmi baj nincs apukával. Hát annak idején, amikor rendőrök intézkedni akartak, meg is mondta rendőröknek, hogy ő szívesen menne, de hát anyja nem engedi. No, megoldódott a probléma. És most már nyugodtan kimondhatjuk azt is, hogy véglegesen megoldódott, mert ugye ebben az esetben egyelőre még ideiglenes intézkedésről van csak szó, de mondjuk arra esély, hogy nehogy Isten, a végső ítélet majd nem ez lesz, hanem az, hogy menjen vissza a gyerek apukához. Hát szóval körülbelül annyi van, mint amennyi mondjuk Szálasi Ferencnek volt annak idején a főtárgyalásán a felmentő ítéletre. No, ez a kérdés tehát megoldódott, ez az egyik most már megnyugtató, nyugodtan kimondhatjuk, hogy végleges siker. Azonban nem sokkal később jött egy új siker, mert ez most ma érkezett meg.
Tegnap már tudtunk róla egyébként nagyjából, de ma most már papíron is eljutott apukához. A lényeg azonban az, hogy a tegnapi napom egy másik ideiglenes intézkedés is született. Ez a másik ideiglenes intézkedés hasonlóképpen néz ki. Édesapát jogosítja fel teljes körben a szülői felügyeleti jogok gyakorlására. Anyukának pedig szokványos kétheti hétvégét, illetve a szünetek felét engedélyezi kapcsolattartás címén. És persze majd tartásdíjat is kell fizetni anyukának, de ez nem lesz egy nagy összeg, tehát ebben kulturáltan álltak hozzá egyébként mindkét oldalról a felek. Ami még lényeges, hogy a tegnapi napon ítélet is született, gyakorlatilag ugyanezzel a tartalommal, csak abban van még egy-két rendelkezés. Tehát ott még számogatják a korábbi tartásdíj hátralékos kérdéseket, még pár dolog még benne lesz. Ezt nem vártuk meg egyébként, mert a bíró már 4 óra után mondta, hogy most 5 előtt biztos nem készül el, de csak abban maradtunk, hogy majd kiküldi postán, illetve hát nekünk elektronikusan, de a tartalma az világos volt, tehát megmondta, hogy nyilván ugyanazzal a tartalommal fogja meghozni, mint amivel az ideiglenes intézkedést is. Ugye az ideiglenes intézkedést azért kellett előtte gyorsan meghozni, mert az azonnal végrehajtható. Az ítélet meg nem. És ugye úgy döntött a bíró, hogy nem szabad megvárni ugye a gyerek édesapjához helyezésével a jogerőt, mert az még lehet további újabb fél év is. Tehát most egy azonnal végrehajtható ideiglenes intézkedés, és utána kvázi ugyanaz ítéletben is. Na, ez a történet is érdekes. Megpróbálom úgy előadni, hogy nagy nyilvánosság köreiben gyakorlatilag ne lehessen felismerni. Nem könnyű, de rendkívül tanulságos. És bizonyos értelemben szomorú is. Tehát érdemes elgondolkozni rajta. Én ugye leginkább abból a szempontból gondoltam ezt végig, hogy milyen apukákat és anyukákat látok én, hogy milyen problémákat, hogy anyukának mi minden nem tetszik egy apukában, miért dobják ki apukát, miért küldik el, mi nem felel meg, és ehhez képest meg milyen apukák felelnek meg. Na ez lesz a riasztő. Mert én nem mondom azt, hogy egy nő ne legyen igényes, és esetleg nem mondja azt, hogy neki még enni is jobb kell. De majd mindjárt tetszenek látni, hogy ehhez képest meg kiknek mihez képest milyen jobb, vagy esetleg talán kevésbé jobb is megfelel. Hát kérem szépen, a történet rendkívül egyszerű. Édesapa és édesanyja nevelési alkalmasságát a szakértők körülbelül azonos szinten állapítják meg. Tehát normális esetben mind a kettő tudja nevelni a gyereket. Isten igazából az alap elképzelés is az volt már apuka részéről is, hogy legyen egy szép váltott elhelyezés, anyukára ugyanúgy szüksége van a gyereknek, mind a kettejükkel töltsön ugyanannyi időt. Azt viszont szerette volna, hogy a szülői felügyeleti jogok gyakorlására őt jogosítsa fel a bíróság, egyszerűen azért, mert ő saját magát egy tudatosan gondolkodó, logikus tervező valakinek tartotta, és hát anyukánál meg ugyanezt nem látta biztosítottnak. De kapcsolattartásban, együtt töltött időben felesben képzelte el ezt a bizonyos ugye, megoldást. Ezt is ajánlotta, és ugye egyességet szeretett volna kötni anyukával, de hát anyuka meg az Atya Úristenén nem akart megegyezni. Először egy ügyvéddel jött, egy szánalmas figura volt, gyorsan félre is állította rá, hogy sokra nem megy. Aztán utána egyedül próbálkozott. Én is megismertem, úgy mondjam, közelebbről olyan értelemben, hogy tárgyás után hosszasan beszélgettünk hármasban, aztán volt, hogy megkeresett engem, vagy én kerestem meg. Próbálkoztam igazából az ő szempontjait is megérteni. Én mindig azt az elvet vallottam, hogy az ember nézze meg a másik oldalt is, mert egyébként a saját ügyfelemet is akkor tudom helyesen képviselni, ha jól látom a másiknak a szempontjait is, mert akkor tudom kiszámítani, hogy mire, hogyan fog reagálni, mit, hogy fog ugye kezelni, milyen választ ad rá. Tehát akkor tudok igazásak hozni, hogyha mind a két fél fejével tudok gondolkozni, és mind a két fél érzéseit és belső motivációit megértem. No, persze erre nem mindenki vevő, de azt kell mondjam, hogy sokan igen. És ebből már voltak olyan esetek is, amikor gyakorlatilag a következő tárgyaláson már mind a két felet én képviseltem. Papíron csak az egyiket, de a másikkal már régen meg volt beszélve, tehát én már csak diktáltam a bírónak, hogy mit írjon egyességbe, és már írta is alá mindegyik. A bíró megkérdezte annak ide anyukát, hogy tehát anyukát, az hogy történt? Hát, ügyvédjét miért küldt el? Azt mondja, minek nekem ügyvéd? Hát ez az ember tökéletesen látja, hogy mi a helyzet a gyerekekkel, ért hozzá. Én elfogadom, amit mond. Hát ilyen anyák is vannak.
és ezek az ügyek oldódtak meg gyorsan és szépen. No hát ebben az esetben is gondoltam, hogy hát ha sikerülne majd valami. Sok mindent elmondott az édesanyja, amit megbeszéltük természetesen apukával is. Apuka alá is támasztotta, hogy ez vagy ez, ez bizony, ez kétségtelenül így van. Még azt is el lehetett fogadni, hogy hát anyuka mondjuk bizonyos kérdéskörben nem alkuszik meg, tehát az neki nem felel meg, akkor ezt fogadjuk el, hogy nincs mit tenni. Már olyan értelemben, hogy nem fog együtt maradni a család. Ugye esetenként én próbáltam békül tenni is már családokat, mert azért csak az lenne a megoldás a gyerekért, kedvéért elsődlegesen, ha járható út. Mert persze nyilván képtelen helyzeteket nem lehet felvállalni. No kérem szépen, hát történik a következő, hát anyukánál megjelenik egy új Tarzan, ahogy mondani szokták. Na most apuka fölmegy a Facebookra, és ott a Tarzannál érdekes dolgokat lát. Mondjuk úgy, hogy első látásra hogy kicsit megdöbbentő. Tehát olyan reakciók, amire én azt mondom, hogy hát normális nő a világ végére menekül eszébe nem jut szóba állni így ilyennel. Tehát egy tipikusan deviáns, antiszociális, polgárpukkasztó, felháborító, trágár, mocskos szóhasználat, minden, szóval valami borzalom. Hát kérem szépen, nézem ezt a Facebook profilt, és rögtön mondom is apukának, hogy te apuka, hát hogyha anyuka ezzel az emberrel összejött, akkor nekünk nem sokat kell tennünk, mert ő saját maga alól fogja kivenni a gyereket. Mert hát ugye, akivel együtt él, azt ugyanúgy meg kell vizsgálni szakértőnek, meg kell nézni mindent. Hát olyan bíró, aki emeli, oda teszi a gyereket, hát nem született, az biztos. És akkor még nem tudtunk mindent. Akkor még úgy, csak úgy alakulgatott a dolog. Tehát aztán egyre több minden derült ki. Anyuka is érezte, hogy baj van, és ugye, amikor már ezeket a Facebook profilokat látta a peres anyagban, akkor úgy hirtelenjében jelezte a bírónak, hogy nem, már nincsen hol, már nem, már nincsen, már szakítottunk, tehát nincs. Jó. Tehát a bíró azért, hogy is mondjam, nem ma mászott le a szélvédőről, tehát tapasztalt, idősebb hölgyről van szó, és nem is rossz ember ismerő. Tehát azért ilyenkor úgy van vele, hogy hát várjuk ki a végét, hogy most szakított, nem szakított, meglátjuk, hogy hogy lesz. Hát kérem, aztán egyszer csak azt látjuk, hogy hát anyukának a pocakja kezd nőni, és akkor kiderül, hogy hát volt egy ilyen békeítő megbeszélés, egy kicsit, hogy békülgettek, és hát most az a helyzet, hogy hát jön a gyerek. De akkor a bíró meg is kérdezte, hogy hát akkor anyuk, akkor ezek szerint akkor most mégsem tetszettek szakítani, ugye? Nem, most tulajdonképpen nem. Hát ugye a probléma ott kezdődik, hogy jön a szakértői vizsgálat, akkor még ezt az úriembert nem vizsgálják, csak a gyereket és a két szülőt. És bizony a szakértő leírja, hogy a gyerek fél anyukának, ugye az új partnerétől. Kifejezetten fél tőle, nem szeretne vele lenni, a gyerek elmondja, hogy ez az új partner bántalmazta is. És ugye amikor ezt a bíró meglátja, akkor rögtön közli, hogy hát anyuka itt nagyon nagy baj van. Tehát én nekem akár a jelző rendszeren keresztül is köteles vagyok jelezni a gyermekvédelem felé, hogy itt a gyerek veszélyeztető körülmény áll fenn. Ennyi mondom az ügyfelemnek, mondom, úgy tűnik, hogy szerintem lassan haza is mehetünk, mert ez a per úgy nagyjából erdőni látszik. Hát valóban a eljáró bírónő bizony a gyermekvédelem felé jelzést adott le, ahol meg is indítottak egy védelembevételi eljárást. És persze azonnal elrendelte a szakvélemény kiegészítését ennek a tisztelt úri embernek a vizsgálatával. No, akkor kezdődött a húzavona, hogy hát most éppen nincs itthon, mert most külföldön van, mert most hát kell a pénz, most ő dolgozik külföldön, jó pénzeket keres. Mindegy. Húzták, halasztották, vonták, mindent csináltak, a végén csak sor került erre a vizsgálatra. Megkaptuk az eredményét, és hát mit mondjak, szóval én még életemben ilyen szakértői véleményt nem láttam. Hát, hogy elolvastam, rögtön azzal küldtem át ugye ügyfelemnek, hogy na, ez gyakorlatilag eldőlt a per, szerintem túl sok minden teendőnk nincs, azon túl, hogy most azonnal ideiglenes intézkedést is kérünk, tehát ezzel nem lehet továbbá húzavolázni, halasztani. Hát a fiatalember őszintén elmondta egyébként a szakértőnek, hogy hát ő egy kicsit agresszív, meg kicsit deviáns, meg kicsit antiszociális, iszik, meg drogozik, meg időnként
erőszakos bűncselekményeket követ el, hát ugye már felfüggesztett szabadságvesztést is kapott többször. Tehát tény, hogy volt eset, hogy bántalmazta a gyereket is, mármint ugye a mi ügyünkben érintett ugye kislányt, és hát előfordul, hogy a nőket is eltángolja időnként. Tehát, nyugodt lelkiismerettel kitállalt, hogy mi van, mondta, hogy ő még önmagát is utálja, nem többi. Hát a szakértő végül is rövidén elmondta, hogy a nevelési képességei azok ugye teljes egészében hiányoznak, és őszintén szóval még a pszichiátriai vizsgálat, a társszakértő bevonása sem lenne szükségtelen, mert ugye hát egyáltalán nem biztos, hogy valamilyen kóros dolog nincs ebben az úriemberben. No, hát ezután megjelent tanúként is az úriember a tárgyalóban, és előadta magát, hogy ó, hát voltak kisebb problémák, de hát ő most vállalta a pszichológusi megsegítést, tehát akkor semmi gond nincs. Gyerekkel kiváló a kapcsolata, ő csak így tudja jellemezni, tehát semmi probléma nincsen. Korábban volt-e valami, de most már éppen csak nem, hogy keblére öleli minden nap. A gyerek meg már alig várja, hogy mikor látja újra. Hát ugye a bíró némi kétkedéssel figyelte ezt az előadást. Mi meg udvariasan megkérdeztük az úriembert, hogy tessék már mondani, hány gyereke van önnek? Mert hogy közben meg megtudtuk, hogy ugye volt neki egy korábbi hölgy ismerőse, az egyik ilyen szakítás alkalmával összejött valakivel, és konkrétan megtudtuk, hogy annak meg bár van egy gyereke. Egy talán fél évvel korábban született gyereke, mert hát ez drága úri ember, ez úgy gondolta, hogy mindent meg kell osztani Facebookon, az ezt is megosztotta, és hát ki is írta, hogy tiszta apja a gyerek, hát nem is kell itt vitatkozni, hogy az enyém. Na mindegy, rákérdeztünk, hogy tessék mondani, hát hogy most arról van szó, hogy idegen gyereket tetszene vállalni, hogy persze majd a nevelő apuka, tessék mondani, vér szerinti gyerekek vannak? Hát de valami, igen, de persze tudom, mire gondolnak, hogy van, na de az nem, az nem, semmi, nem, nincsen apasági nyilatkozat, se nincs ilyen gyerek, semmi. Ezt mondták is, azt mondja, hogy nem voltak hajlandó genetikai vizsgálatra, se semmi, nincs a nevemben az a gyerek, nem, nincs semmi kötelezettségem felé. Hát, jó. No, kérem szépen, együnk el, eszembe jutott valami. Mondom az ügyfelemnek, hogy te meg tudnád adni ennek a hölgynek az elérhetőségét Facebookon? Hát persze. Jó, rákeresek, udvariasan megkerestem a hölgyet, egy nagyon finom keresés, hogy ne vegye zaklatástak, de hát nekem ugye ügyfelemet képviselnem kell, és hát én azt hallom, hogy ez a bizonyos úriember, aki most az ügyfelem gyereke fölött ugye gyámkodni szeretne, hát ugye rendelkezik már öntől egy gyerekkel. No, az illető hölgy borzasztóan örült, hogy elmondhatja valakinek a sérelmeit, és hát perceken belül kiderült, hogy miről van szó. Hogy igen, valóban sajnos így alakult, illetve most már nem sajnos, sőt, örül is neki, hogy nincsen apasági elismerő nyilatkozat, mert így hála jó Istennek nem tudja őket zaklatni az úriember. Úgy elmondja, hogy hát életében nem dolgozott, oda költözött hozzá, neki kellett eltartani, mert pénzt azt nem hozott. Időnként elment külföldre azzal, hogy pénzt keres, de abból egy fillért nem láttak. Ami volt otthon, azt elpiálta, eldolgozta. Hát időnként megverte őt. Tehát egy kiváló úriember volt. No, mindezt a beszélgetést ugye becsatoltuk a perben. Hangsúlyozom, előzetesen közöltem is a hölgyel, hogy nekem erre ezért lenne szükségem, mert nekem nem mindegy, hogy kinek a közelében lesz ez a gyerek. Különösen arra nézve, hogy már pszichológiai vélemény is van arról, hogy itt komoly veszélyek merülhetnek föl. Hát ezt maximálisan alátámasztotta ez anyuka, és örült, hogy segíthet. No, kérem szépen, ami a legszebb, hogy ehhez képest egyébként ez a kiváló úriember azt adta elő a tárgyaláson tanúként, hogy ő folyamatosan együtt van, ugye ez a bizonyos mi ügyünkben érintett anyukával már évek óta. Hát mondom, azért ehhez képest érdekes, hogy most születik egy gyerek egy másik anyukától, de mindegy, hát érdekes. Ami a furcsa, hogy a mi anyukánk az nem így adta, az azt mondta korábban, hogy volt egy szakítás. De nem tud róla, mi szakítottunk, hogy szakítottunk volna. Épp csak nem tette hozzá, hogy a várjál, hogy mindjárt hazamegyünk, meglátod, mit kapsz. Na, hát kérem szépen, utána jön a legjobb dolog ebben, hogy közli ez a bizonyos korábbi anyuka, akinek már ugye akkor megvolt a gyerek, hogy hát a
kiváló alfa hímnek, nem az ez első, illetve az egyetlen gyereke. Tehát ami most születik, ami egyébként a korábbi tárgyaláson jött be, talán egy nappal korábban született, úgy be is hozták, ott volt a pici a tárgyaláson, hát az már nem a második, hanem a harmadik gyerek, mert hogy van közben még egy. Mondom, nem tőlem, de hogy tőlem, egy harmadik nőtől. Tehát körülbelül úgy néz ki, hogy decemberben születik az első, márciusban a második, és így most június elején a harmadik. Három nőtől. No kérem szépen, erről még úgy többet nem tudtunk, csak az, hogy van még egy harmadik is. Aztán egyszer csak, hát a harmadikkal is összehozott a sors. Ugye nem véletlenül, nyilván az előző, úgymond a időben az első gyerek anyja, az ugye szólt a második gyerek anyjának, hogy figyelj, egy úriemberrel én beszélgettem, és hát ott van egy ilyen családjogi vita probléma, esetleg keresd már meg te is, vagy beszélgessük vele, hát ha tetszeni fog a bíróságnak is az, amit megtudunk. Hát kérem szépen, erre is sor került, tehát ezzel a második időrendben másodszorra szülő anyukával is kapcsolatba kerültem, hát az sem volt semmi, amit elmondott. Hát csak néztem, mint Rozi a moziban, de egyébként a képben már tökéletesen beleillett. Tehát ugyanez volt, hogy dolgozni nem hajlandó, elmegy dolgozni, akkor amit keres, azt megissza, vagy eldrogozza. Mondta, hogy kérdeztem, verés volt. Azt mondja, én nekem annyira nem, csak inkább, jó, egy nagy pofon, azt annyi, de egyébként minden tekintetben ugyanaz, mint az összes többinél, tehát pénzt nem hoz, csak visz. Az égvilágon semmi pozitívum nincs benne, drogozik, iszik, és hát a gyerek meg, nem semmi. Mondom, itt sincs elismerő nyilatkozat, de itt van. Szóval igen, itt van. Hát kérem szépen, mondja is anyuka, hogy ugye beadja a bíróságra a kizárólagos szülői felügyeleti jog iránt a keresetet, és persze tartásdíjat is kér. Hát megnyugtattam arra, hogy mondjuk tartásdíjat szerintem nem olyan nagy probléma, hogy megítélnek valamit, de hogy nem fog látni fillért se belőle, az szinte bizonyos. Hát ha csak nem, majd az lesz, hogy előbb-utóbb becsukják a delikvenst, és akkor börtönkeresetéből valamit le tudnak tiltani. No, mindesetre a lényege a dolognak az, hogy ugye itt is van egy gyerek, szép kis kölökő, márciusban születik meg, és akkor anyuka küld nekem egy kis aranyos levelet, amiben hát néhány nagyon kedves gondolatot fogalmazott meg a drága úriember felé. Mármint amikor megtudta, hogy van egy gyerek. Először anyuka ki is törölte ezt, tehát valószínűleg úgy érezte, hogy ez talán ő is szégyeli, vagy azért ez meredek. Ez most a tegnapi tárgyalás előtti napon érkezett meg. Aztán mégiscsak elküldte, és hát úgy voltam vele, hogy hát ezt azért a bírósággal meg kell mutatni. Tehát, csak hogy mégiscsak lássuk, hogy kiről van szó. Most, hogyha egy picit tetszenek várni, akkor én ezt megpróbálom most megkeresni, hogy nehogy véletlenül lemaradjon ez a finomság. Szeretném eredetben idézni. Mondják, hogy klasszikust, az csak eredetben illik, hogy úgy az igazi. No kérem szépen, mindjárt keresem. Az a jó, hogy ilyen nem találom. Ja, de megvan. Megvan, azt hiszem ez lesz az. Igen. Ez az nagyon szép. No kérem szépen. Nem mutatom meg, mert ugye a képről esetleg be lehetne azonosítani, csak a beszélgetést mondom. Tehát ugye kedves megszólítással kezd ez a bizonyos alfa hím, ugye a fiatal, egyébként 30 körüli anyuka felé. Itt vagy, te köcsög! Válasz, védőnőnél vagyok. Miért nem veszed föl? Remélem tudod, hogy engem egy életre elfelejtesz. Pillanat, mert faszopó rákos kurva, és kerülj el nagyon, mert megdöglesztelek. Így ne beszélj velem. Miért kibékültél volna velem, ha nem tartom meg a gyereket? Akkor sem, de így látni sem kívánlak. És annak örülj, hogy messze vagyok, mert most letépném a fejed. Kedves emberem, barátságos. Gyerek van bennem, szépen beszélj. Ez az én döntésem. Ki a gecit érdekel, hogy mi van benned? Egy felelőtlen gyökér kurva vagy, pusztuljon el veled együtt. Aranyos, nem? Hát én most ugye ezt beküldtem, és a bíró oda is tette anyuka elé, mármint a mi anyukánk elé, tehát nem annak, akinek írták, és azt mondja, hogy azt mondjam, ez
Van esetleg valami hozzászólása? Tehát... Hát mert a gyerekkel akarta megfogni, a gyerekkel akarta megfogni az én barátomat. Ez a másik nő, és hát valóban. És egyébként is most is csak féltékenységből csinálja, meg küldözget mindent. Persze, mert szeretném visszaszerezni, hogy kibéküljön vele. Na most, ugye a bíró rákérdezett, hogy azt mondjam, én nem ezért kérdezem ezt. De maga szerint ez normális dolog, hogy valaki vérszerinti gyerekénél ilyesmit mond, hogy pusztuljon el az anya méhében. Hát, nézz anyuka mosolyogva, megkérdezik tőle, hogy hát, ha mondjuk tényleg ezt önnek mondták volna. Így terhesen. Milyen érzései lennének? Hát ez nem tudott mondani semmit, nem számított. Na most tulajdonképpen ezt azért mondom el önöknek, mert az a szép, hogy én ugye végig gondoltam, és magam is azt mondtam, hogy persze, én is érzem azt, hogy tulajdonképpen itt ezek egymásnak is be akarnak tartani. Tehát három nő, aki ugyanannak a kiváló alfa hímnek az ágyába bújt bele, mind a hárman csináltak egy gyereket, nem tudni miért, és tulajdonképpen még el is ismeri az egyik, hogy igazából meg akarta fogni vele ezt a kiváló alfa hímet. Nem tudom. Lehet, hogy a másik is. És utána mi a helyzet, hogy a mi anyukánk, az ügyfelem gyermekének édesanyja, az meg büszkén közli, hogy hát én vagyok a szerencsés nyertes. Hát engem választott. Hát te atya úristen. És tudják, mi a legjobb benne? Hogy ugye korábban mondta nekem, hogy hát ő még fiatal, neki ezért komolyabb igényei vannak, mert ugye apuka jóval idősebb nála, és hát nem olyan temperamentum, mint amire ő vágyik. És akkor ezt először még úgy voltam vele, meg is értem. Na most, amikor viszont beszélgetek ezzel a második hölgyel, akkor úgy ír nekem egy apróságot, hogy a mi anyukánk, tehát akiről most a mi ügyünkben szó van, az panaszkodott neki, hogy hát egyébként ez az úriember szexuális értelemben olyan, mint a baknyúl. Hát egyszer meg tudni, milyen a baknyuszi. Hát kérem szépen, hosszú füle van, kapafogai, picike farka, és 15 másodperc alatt ugye végez. Hát körülbelül így néz ki a baknyúl, és ezt mondja el, de mondod a Szent Isten, hát hogyha mondom, atya úristen, tehát akkor még ez se. Hát akkor mi van ebben az emberben, ami vonzó, vagy... Akkor mi? Tehát ez a része nem jó. Mert eddig azt hittem, hogy esetleg talán itt valami fantasztikusat tud produkálni, és akkor ez mind ellensúlyozza a drogot, az alkoholt, a verést, a brutalitást, a trágár mocskot, amit ugye áraszt rá az emberekre. És most kiderül, hogy még hát ebben is olyan, mint a baktyúszi. Mondom, de Szent Isten! Hát most ezért osztottam én ezt meg önökkel, mert ugye hát itt elég egyértelmű volt, hogy a bírónak mi lesz a reakciója, tehát közölte anyukával, hogy nem. Tehát itt anyuka választani tetszett, ez az úriember, de akkor gyerek nem. Vagy legalábbis ez nem. És hát ezt nem akarom mondani, hogy majd amelyik most van nekik, hát szerintem azzal is probléma lesz. Én nem lepne meg, hogyha egy fél év múlva anyuka megkereste, hogy képviseljem őt a drága úriemberrel szembeni perben majd. Hát, mert szerintem ugye ez is nyilván előbb-utóbb nem fogja tovább bírni. Tehát nem lesz az mese. Na de mindegy. A lényeg az, hogy én azon gondolkoztam el ennek kapcsán, hogy hát amikor azt látom, hogy kultúrát tanult, intelligens, a társadalmi normák szerint élő édesapákat mindenféle mondva csinált hülyeséggel ott hagyják, kirúgják. Néha az nem egyszer nem érti, sőt, néha egész ideális férfiakat is. Vagy ha nem ideálisakat is, de azért egy átlagos normába beleférő embereket. És akkor egy ilyen, tényleg azt mondom, hogy hát embernek legfeljebb genetikai értelemben nevezhető lényér, Itt nők még versenyeznek is. És még a szerencsés nyertes képes feláldozni a saját gyerekét, mert pontosan tudta, hogy emiatt nem fogják elhelyezni nála a gyereket. És még annyi esze sincs már, bocsánat, hogy legalább megegyezett volna korábban, ugye a váltott elhelyezésben, amit szerettünk volna. Mert így most ugye csak a szokásos bírói gyakorlat szerinti kapcsolattartást kapta, de azt is azzal, hogy szigorúan megtiltotta neki a bíró, hogy bármilyen vonatkozásban a gyerekkel ez a bizonyos úriember kapcsolatba kerüljön. Tehát nem vehet részt az átadásnál, átvételnél, nem bízhatja rá a gyereket semmilyen körülmények között, hogyha más dolga van.
Igazából nehéz megmondani, hogy végrehajtható ez a rendelkezés, de azt meg lehet tenni, hogy amennyiben kiderül, hogy nem így történik, akkor viszont meg lehet vonni a kapcsolattartási jogot. Tehát ugye fel is hívta rá a bíró figyelmét anyukának, hogy ennél még rosszabb is lehet, hogyha nem. És tényleg ezt látja az ember, egyszerűen nem tudok. Nem tudom hová tenni. Ezért is mondom el önöknek, mint érdekes tanulságot, hogy ilyen emberekért képesek még bizonyos személyek versenyezni. Egyszerűen hihetetlen. Tehát ezért mondom azt, hogy a női lelket megérteni, hát az nem könnyű. Tehát én szerintem ezek önmagukat se értik. Megmondom őszintén nekem is, ugye az apósom, én egyébként özvegy vagyok, ezt sokan tudják, nagyon régóta, 1995 óta, de az én egykori apósom esetében is ez volt. Folyamatosan vert el családot, mint a répát. Tehát azt tessék elgondolni, hogy 3 emelettel lejjebb, amikor a bérház kapuján bejött, és ugye becsapta a kaput, 3 emelettel följebb a német juhász kutya már tudta, hogy be van rúgva, vagy nem. Tehát amikor a kutya elkezdett táncolni, hogy jaj, jön, nézi, akkor megnyugodott a család, hogy sem, mert ma este nem lesz verés. Amikor a kutya így szűkölt, vonult be a szekrény alá, akkor már tudták, hogy részegen jön fel, és most verés lesz. Ilyen szinten működött a dolog. És ott is megkérdezték ugye anyukát, hogy hát miért nem válik el, hát miért hagyja ezt? Mi? Hát mert hogyha nem iszik, akkor olyan aranyos. Nem iszik, hát milyen gyak? Hát most talán emlékszem, hogy most hát nem tavaly, vagy inkább tavaly előtt egyszer volt már, volt legutóbb talán tavaly előtt volt ilyen nap egyszer, meg előtte is volt már talán 6 évvel ezelőtt, tehát körülbelül így állt a dolog, és meg tudja mondja, és kitart mellette. És akkor még nem mondja, hogy még az úriember iránt is ugye mentek versengések, tehát még volt szerető, meg mit tudom, aki még úgy rivalizált anyukával. Édes jó Istenem, és mondom, ehhez képest én így sorba látom azt, hogy tisztességes, normális emberek szenvednek, mert nem felelnek meg. Hát tisztelt barátaim, azért erről nyilván mindenképpen érdemes volt önöknek egy pár szót szólnom. Tehát jönnek az apai elhelyezések sorban. No, még hozzáteszem így a végére, ez csak megjegyzésként, hogy egy harmadik hasonló esetünk is van, ott, és most már ugye 2 héttel ezelőtt ez meg is valósult, tehát ott június 20-ai határidővel helyezték el édesapánál a gyermeket, és szintén úgy, hogy előtte egy ideiglenes intézkedés is van. Ráadásul az ideiglenes intézkedés az maradni is fog a másodfokú döntésig, mert hogy anyuka elfelejtette megfelebezni. Az ítélete koncentrált, és elfelejtette, hogy az ideiglenest is meg kéne fellebezni, mert ha nem, akkor az legalábbis a másodfokú ítéletig hatályban marad. Tehát ott is megtörtént az, hogy egyébként hosszú-hosszú évek óta tartó kapcsolattartás akadályozás után most a gyermek elhelyezés az apukánál történt meg. Hozzáteszem, az ő esetükben elhelyezésről van szó, tehát anyukának még annyi sütnivalója sem volt, hogy legalább amíg elhelyezik a gyereket, addig próbáljon meg valamilyen módon együttműködő magatartást tanúsítani. Ugye nem. Tehát csináltam a cirkuszt, hát ez lett a vége, apukánál helyezték el. Tehát ott is most már, hála jó Istennek, az édesapádnál van a gyermek, június 20-a óta, és mondom, az ideiglenes intézkedésre tekintettel gondolom, mire másodfok kitűzi, egy 1/2 év addig biztos ott marad, de valószínűleg végleg ott is fog maradni, hiszen olyan bíróság, aki visszateszi oda a gyereket, ahol egyszerűen csak egy szülője lesz, mert ugye szemmel láthatóan egyetlen egyszer nem hajlandó átadni kapcsolattartásra az anyuka a gyermeket apukának, hát szóval ilyen bíróságok ma már nincsenek. Tehát ha ez megoldódik, mert végre ott van apukánál a gyerek, akkor hála jó Istennek, maradjon így. Hát persze természetesen akkor, hogyha apukának még véletlenül sem jut eszébe hasonló magatartás, de egyik esetben sem a most felsorolt 2 közül ilyesmitől nem kell tartani. Tehát apukák azért általában ilyet nem szoktak. Nem mondom azt, hogy kizárt, mert hallok arról, hogy olyan is van, de őszintén megmondom, hogy konkrétan még nem láttam. Tehát nálunk is anyukák szoktak jelentkezni szintén kapcsolattartási problémákkal, sok mindennel, családjogi vitákkal. Én voltam az alatt egyesületben, talán aki legtöbb hölgyet, tehát édesanyját képviseltem. De konkrétan ilyen jellegű esettel, amikor azzal jön anyuka, hogy apukánál van elhelyezve a gyerek, és egyszerűen nem adja oda, és nem látom évek óta, tehát ilyenre nem találkoztam. És egyébként a gyámügyesek is azt mondták nekem már, de most már nem ők foglalkoznak a kapcsolattartás végrehajtásával, de még így volt, itt legalábbis Budapesten, hogy nem nagyon találkoznak ilyennel. Vannak kisebb dolgok, hogy most egy kicsit szabálytalan, most egy kicsit ilyen, most egy kicsit olyan, helyre kell tenni, de hogy permanensen évekig elzárják a gyereket,
apák anyától, tehát ezt nem nagyon láttak ilyenre példát. Hát, más lelkiakatok vagyunk, de én még én csak azt tudom önöknek mondani, hogy szépek ezek a sikerek, de az igazi siker az lenne, hogyha nem kellene ilyen sikerekről beszámolnom, mert nem lennének ilyen problémák. Az lenne az igazi siker, hogyha ez a társadalom végre megértené, hogy itt az apákat, az anyákat, és általában a nőket és a férfiakat politikai célokkal ugrasztják egymásnak. Keresik a gyengébb ellenállás pontját, az meg minden esetben a nő. Nem véletlen, mert ő emocionális indítatású valaki, és éppen ezért könnyebb bepalizni, meg megblondítani. Ők azok, akiknek kitalálják, hogy építs karriert, hogy valósíts meg önmagadat, és minden olyasmit csináljál, ami egyébként családdal meg gyerekvállalással nem áll össze. Mert az a cél, hogy mi, a fehér ember, az európér szép lassan fogjon el. És tessék elhinni, ezt a célt szolgálja ki minden olyan szerencsétlen családanya és családapa, aki belemegy ezekbe a cirkuszokba, és elhiszi, hogy a bíróságon kell megoldást találni. Mert tessék elhinni, nincs. Ezek sem megoldások, ezek diktátumok. Hát kérem szépen, röviden ennyit a kvázi szakmai értelemben vett sikersorozatról. Az egyesületünk mondjuk úgy, hogy jelen pillanatban éppen sikeresnek mondható sorozatáról, de megint csak hozzáteszem, igazán akkor tartanánk sikeresnek magunkat, hogyha kellő módon tudnánk odaadni és eredményt érni abban el, hogy ne jussanak el egyáltalán ezek a problémák bíróságokig. Hogy egyrészt minél kevesebb ilyen probléma legyen, másrészt ami van, az minél gyakrabban oldódjon meg, úgymond családon belül, vagy ha nem családon belül, akkor is a személyek között a hatóságok kihagyásával. Mert ez lenne a cél, és akkor nem tudnák kirabolni, lenyúlni, és lelkileg is mindenhogy tönkretenni a szerencsétlen anyákat, apákat, és persze velük együtt a gyerekeket is, mert a legfőbb vesztesek mindig ők. Kérem szépen, ez lett volna a rövid beszámolom, és köszönöm, hogy meghallgattak.